Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar sziget soron következő előadásán, illetve pódium beszélgetésén. Vendégeink Pakusza Zoltán a mihazán kalelnöke és cigányügyi kabinetjének vezetője. Fogadjuk őt, őt nagy tapsal. <laughs> illetve mellette ül László attila a Magyar önvédelmi mozgalom vezetője, köszöntsük őt is! A beszélgetés témája pedig az, hogy léteznek-e Magyarországon nógózónák. No Ugye mi is az a nógózóna. No Gyakran szoktuk hallani akár a köztévében, akár Orbán Viktor szájából és a kormány közeli megmondó emberektől, hogy Nyugat-Európában, akár Párizsban, Berlinben, Rotterdamban és így tovább vannak egész kerületek, ahová gyakorlatilag a rendőr sem mer bemenni már, tehát gyakorlatilag az adott állam, a francia vagy a német állam nem gyakorol már hatalmat, közhatalmat az adott területek felett, és ezt hívják ők nógózónának. No Ezzel egyébként nincs is semmi probléma már, mint abban a tekintetben, hogy igazat mondanak, ezek tényleg léteznek. Ott kezdődnek a kérdések, ugyebár, hogy ők azt mondják, hogy Magyarországon nincsenek ilyen nógózónák, ugyanis ott van a déli határon, illetve hát hozzánk közel a kerítés, és mi megóvjuk Magyarországot a migrációtól. Kérdezném is akkor az urakat, hogy ez valóban így van-e? Léteznek-e Magyarországon nógózónák, vagy sem? Nagy, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ezért szeretném megköszönni a meghívást. És hát nyilvánvalóban ugye az a legfontosabb kérdés, hogy vannak-e a ma Magyarországon nógózónák? Azt gondolom, hogy politikai erők közül ma Magyarországon hogy a mi hazánk mozgalom beszél arról, hogy mi azt gondoljuk, hogy szerintünk vannak. Ugye Pintér Sándor kijelentette, hogy Magyarországon nincsenek nógózónák, no de nem csak ők, hanem azt gondolom, hogy a balliberális pártok sem gondolnák, hogy lenne. Miskolcon Szilágyi Szabolcs, a jobbik önkormányzati képviselője, aki a rendészeti bizottságnak az elnöke. Miskolcon hogy a balliberális erők nyerték az önkormányzati választásokat 2019-ben. Azt mondta egy Vita során, amikor a rendőrségi beszámolóról folyt a vita, hogy Pakusza, Jukóvölgy közepén állva retteg, hogy ez ott egy nógózóna, no és hogy ez egy rendkívül jó marketing fogás. Ebből pontosan következtetünk arra, hogy nyilván ők sem gondolják azt, hogy vannak Magyarországon nógózónek. No Én azt szoktam mondani, hogy a lakókra kell bíznunk, hogy eldöntsék, hogy vannak-e. De akkor, amikor ma Magyarországon van olyan település, ahova nem mer bemenni a mentő, amikor azt látjuk, hogy vannak olyan település részeink, ahol gyakorlatilag a magyar állam megszűnik létezni, és nem csak a közbiztonság rossz, hanem rossz a vagyonbiztonság, a létbiztonság. Engedjenek meg, hogy elmeséljek önöknek egy történetet, ezt Miskolcról hoztam magammal. Pár évvel ezelőtt történt az eset Miskolcon, Pereces és Jukóvölgy közötti dombsoron. Az egyik közösségi médiában olvastam azt, hogy egy fiatal ember azt írta, hogy fegyvert fog vásárolni, és fogja fasználni is, hogyha nem hagyják békén az édesanyját. Felkerestem ezt a fiatal embert, és megkérdeztem, hogy mi a probléma. Hát a helyzet azt mondhatom, hogy sajnos nagyon szokásos Magyarországon. Egy idős néni, aki kint él zárt kerti övezetben, teszem hozzá, hogy zöld övezet, rálátással a bükre, tehát rendkívül jó a területnek az adottsága, aki egyébként előtte a férjével együtt Jukó bányában dolgozott, vásároltak egy ingatlant még fiatalon, és nyilván ebben az ingatlanban élt addig a néni. Aztán a környékre olyan kiilleszkült emberek költöztek, akik nem nagyon akarták betartani a közösségi ütélés szabályait, és aztán jöttek a történet, ami azt szoktam mondani, hogy sajnos, sajnos Magyarországon jellemző, hogy elkezdtek hangoskodni, megjelent a különböző, Drogoknak a használata. Amikor a néni ezért szólt, akkor elkezdték fenyegetni. Aztán eltűnt az egyik kerítésmező, a másik kerítésmező, mind a kettő vasból volt. A tettes persze soha nem lett meg. És a nyilván egyre több lett a konfliktus a tisztességesen, becsületesen élő néni és a kiilleszkedett, élő, kiilleszkedett életmódot folytató szomszédok között. Aztán egyszer csak ez odáig fajult, hogy agyonütötték a néni kutyáját, majd megígérték neki, hogy pár nap múlva visszajönnek a másik kutyáért és a néniért. Na itt történt az az eset, amikor a fia kiírta az ominózus kiírást a közösségi oldalra. És azt gondolom, hogy ha belegondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy ez nagyon szomorú ez a történet. Hiszen van egy tisztességes, becsületesen élő adófizető állampolgár, aki egy életen át nyugdíjjárulékot fizet, társadalombiztosítást fizet, adót fizet a magyar államnak, és eljut oda, hogy ez a magyar állam képtelen megvédeni. Jó részt olyan emberektől, akik összességében nem fizettek annyi adót, mint amennyit ő egyedül. Az ingatlanjának az értéke pedig nagyjából nulla forintra esik vissza. Egy élete munkája megy tönkre. Amiért dolgozott egy életen át, hogy legyen mit hagyni a gyermekeire, az unokáira, az egyszerűen eltűnik. Az egyszerűen elértéktelenedik. És azt gondolom, hogy sajnos ez nem egy, 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 egy egyszerű történet. Ez nem egy kivételes eset hanem bizony nagyon sok magyar településen ezt a jelenséget ismerjük. És azt gondolom, hogy ennek fényében kell vizsgálnunk ezt a történetet, és azt gondolom, hogy bizony ennek fényében nyugodtan elmondhatjuk, hogy bizony vannak nógózónák, és ezt nap mint nap tapasztaljuk, nap mint nap tapasztalhatjuk, ahol bizony kialakult egy olyan szubkulturális közeg, amelyben az erőszak nagyon sokszor a probléma megoldásának az eszköze, és amit szinte nap mint nap használnak. Attila. Ja, hát köszönöm szépen én is a meghívást, a lehetőséget és nagy szeretettel köszöntöm itt az érdeklődőket, az érdeklődő magyarokat. Ugye egy hazafia önvédelmi vagy radikális szervezetnek vagyok a, a vezetője, tehát a, az álláspontom is ebbe a tekintetbe ugye radikálisnak nevezhető. Tehát ö, azzal kapcsolatban, hogy léteznek-e nógózónák Magyarországon, ez, ez nem kérdés, hanem egy hanem egy nagyon borzasztó állapot. Tehát léteznek, sőt bátorkodok azt kijelenteni, hogy ha nem változik itt a folyamat, akkor mitől, négy, öt, hat év múlva nem nógó no zónák lesznek Magyarország, hanem egy no nógó ország lesz egész Magyarország, hogyha így fogunk haladni. Lehet, hogy csak nálam csapódik le ez ilyen szinten, ezért van ilyen véleményem, de nem gondolnám, hogy ez miatt. Mivel Hát én úgy élem az életemet már lassan, mint egy rendőrségi dispatcher szolgálat. Tehát naponta minimum egy, de valójában kettő, három, négy segítség kérés kapok így a tartozatlan közbiztonsági állapotokkal kapcsolatban. Számtalan településen, és nem csak Észak-Magyarországon, ahonnan a, a, Pakusza Zoli barátom, bajtársam érkezett, hanem az ország számos területére, hiszen minden megyéjébe tapasztalhatóak ezek, a, ezek az áldatlan állapotok. Nincs olyan térség az országba, ahol ne lennének, le, ne lennének jelenleg nógózónák. No Tényleg nyíltan beszélhetünk erről. És egy békés, nyugodt 600 fős kis településen voltunk két nappal ezelőtt, a, pont a Pakusza Zolival, feltérképezni a körülményt, hogy mi történt ott. Egy nappal előtte kaptam segítségérést a jottani szolgálatos polgárőr hívott fel, hogy az is érdekesség már, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalomtól a kérnek már. Itt tartunk, hogy a rendvédelmi szervek, hogy a rendőrséggel együttműködő szervek tagjai, hogy a szervekről nem beszélhetünk azért, mert utána ezt a szegény hölgyet, aki segítséget kért előző nap, másnap a Megyei Polgárőr Szövetség vezetője nagyon megfenyítette azért, mert tőlem mert segítséget kér, ugye jelentést is kellett írnia róla, hogy hogy került velem, milyen vonalon került velem kapcsolatba. Egy, egy békés kis településről beszélünk, ahol, ahol igazából egyetlen egy cigány család tartózkodik, él, és soha semmi probléma nem volt a közbiztonsággal. Most történt egy baleset, és, és egy fél napon belül egy, egy lincs hangulat alakult ki, és egyik pillanatra a másikra vált nógózónává no ez a nagykökényes település, ahol megjelentünk a Zoli, Zolival, és, és hálát adtak nekünk az emberek, hogy a magyar önvédelmi mozgalom elterjedt köztük, hogy országos készültséget rendeltünk el, hogy megvédjük a magyar honfitársainkat, és hálásak voltak nekünk, hogy kiállunk mellettük, és, és meg, megvédjük őket. Tehát egy ilyen helyzet alakult ki három nappal ezelőtt, egy, egy addig ilyen problémákkal nem szembesült településen, tehát azonnal nógózón alakult ki. Az emberek nem mertek kimenni az utcára, folyamatosan attól rettegtek az ott élő emberek, férfiak, hölgyek, idősek, fiatalok egyaránt, hogy mikor fog megtörténni ez a beígért lincselés, amikor lemészárolják majd azt a családot, azt a családfőt, aki segítséget nyújtott egy balesetbe sérült cigány származású fiúnak, és azt is beígérte, hogy le fogja mészárolni a csapatával az egész települést. Tehát ez a folyamat, ami itt zajlik, az, az sajnos nem javul. Közbiztonság jelenleg csak statisztikai alapon létezik Magyarországon, azon persze javul minden évben egyre jobb. Tehát, hogyha a statisztikát vennénk alapul, akkor Magyarországon jelenleg a a, a bűnözésnál meg kellett volna szűnnie, szün, mivel évről évre annyit javul, hogy, hogy már nem is kéne, hogy legyen bűnözés, de sajnos az igazság ez, ez a statisztikától és a számoktól és a halmazoktól nagyon messze áll. Évről évre, sőt napról napra egyre rosszabb a helyzet. Hogy ezt hogy fogjuk tudni, megállt meg hogy lesz ezzel kapcsolatban kérdés majd, hogy, hogy milyen megoldási javaslatok vannak, hogy ebben nem is mennék bele. Tehát most egyelőre ami tény, tény. Tehát Magyarország lassan az egész ország egy dogó zónává válhat. Köszönöm a válaszokat. Mindjárt folytatjuk. Csak egy gondolatot szeretnék közbeszúrni, mert nem hangzott el, és nem azért nem hangzott el, mert bármiféle politikailag korrekt megfelelési kényszer lenne bennünk, hanem azért, mert annyira természetesnek veszük, és a közönség sorolyból is mindenki tudja, hogy ezek a nógó no zónák azért döntően cigány származású emberekből tevődnek össze, tehát ez szorosan összefügg, sőt, hát értelmezhetetlen is a nógó no zóna és a cigány bűnözés, hogyha ketté választjuk, tehát ez gyakorlatilag egy és ugyanaz. Most nyilvánvalóan egy átlag becsületes magyar állampolgárban az merülne fel, hogyha ilyen rossz közbiztonsági helyzet alakul ki az ország számos pontján, akkor mit csinál a rendőrség? Ezzel kapcsolatban, illetve hát nem csak a rendőrség, ugye Zoli-az önkormányzatnál azért a különféle hatóságok munkáját is figyelemmel tudott test közelből figyelni. Tehát a rendőrség és az illetékes szakhatóságok mit csinálnak? Mert az egész biztos, hogy valamit nem jól csinálnak, hogyha nekünk most külön ezért kellett egy beszélgetést szerveznünk. Igen, egyébként hát érdekes, ugye 12 év vagyok önkormányzati képviselő Miskolcon, és nyilván van már tapasztalatom. Ezért szoktam azt mondani, hogy ezek azok a területek, ahol gyakorlatilag a magyar állam megszűnik létezni. És nem csak a közbiztonság, vagy nem csak mondjuk az ingatlanok értéke az, ami ezeken a területeken megjelenik. Ha bemegyünk egy-egy ilyen területre, akkor pontosan láthatjuk, hogy általában gond van a kutyatartás szabályainak a betartásával, probléma van az illegális hulladék elhelyezéssel, vagy mondjuk a szennyvíz elvezetéssel. És azt szoktam mondani, hogy ma Magyarországon a hatóságok nem, hogy a komoly problémákat meg tudnák oldani, nagyjából egy szennyvíz elvezetés megoldása is problémát okoz számukra. És megint egy példával szeretnék élni, hogy az egykori saját választókörzetemből hoztam, Miskolcról. Ugye a 2012-es törvény egyértelműen fogalmaz, hogyha az utcában a víz és a szennyvíz bent van, akkor az ott élő lakos köteles Rákötni a rendszerre. Na most nyilvánvaló, hogy egy, egy ilyen eset kapcsán 2013-ban tettem jelzést a Miskolci önkormányzat felé, hogy bizony van egy olyan lakó, egyetlen egy az utcában, aki nem tesz ennek eleget, és gyakorlatilag a szennyvíz az a szomszédokra folyik, meg ki az utcára. 2013-tól a mai napig a helyzet nem változott a hatóságok képtelenek voltak megoldani ezt a problémát. Persze nyilván nem csak egy kérdést intéztem, hanem azért igyekeztem figyelmen, folyamatosan figyelni is egyébként itt a, a változásokat. És uh, láttam az láttam hivatalos szerveknek a tehetetlenségét. Tehát uh, elmondhatjuk azt, hogy első alkalommal ugye felszólították az ingatlannak a tulajdonosát, hogy kössön rá, ilyenkor egy év türelmi időt kap. Nyilván ki fogják találni, hogy egy év után nem kötött rá, mert eljárt a türelmi idő, és akkor megkérdeztem, hogy mégis mit tettek. Elmondták, egész elképesztő, megbírságolták 5 5000 forintra. Azt gondolom, hogy nevetséges. Ugye, ha itt bárki az autójával gyorsabban közlekedik, akkor bizony komoly büntetést kap. Zéró tolerancia van. De hát gondoltam, hogy majd lesz valami. Aztán megkérdeztem, hogy és azután mi történt. Valószínűleg azt is ki fogják találni, hát Se nem lett bevezetve a szennyvíz, sem pedig az 5000 forint nem lett befizetve. Másodszor is megbüntették, másodszor már emeltek az összegen, keményen, 15000 forintra. Aztán persze megpróbálták behajtatni, de az is dugába dőlt, ugyanis addig vártak vele, amíg egyszerűen az ügy elévült. Jól hallották, elévült. Ennek 5 év az elévülési ideje és várt mindenki, miközben ment az egymás tologatása az aktáknak. Egy évvel ezelőtt azért bementem az önkormányzathoz, és kérdeztem, hogy hát mi lenne akkor, hogy még talajterlési díjat fizettetnénk a tulajdonossal. Hát közölték, hogy információik szerint az sem nagyon lehet, mert egyébként az ember, az a vízért sem nagyon szeretett fizetni, így ugye azt elzárták, illetve tulajdonképpen egy csepegtetőre állították vissza, mert elzárni nem lehet. És mivel a befolyó víz mennyiség alapján számolják ki a talajterhelési díjat, ezért ez sem megoldható. Persze, közben egyébként gyereket is nevel az illető, és hát nyilván felmerül a kérdés, akkor a gyermek ilyen körülmények között van. Van-e víz? Hát persze, hogy van víz, mert egyben az utcában van közkút, és azt onnan hordja. Tehát magyarul ez az ember közpénzen kap vizet, és akik ezt fizetik, azoknak még azt is el kell viselniük, hogy éppen az utcában kifolyik a szennyvíz hosszú-hosszú éveken keresztül. És nagyon-nagyon messze van az egyéb közbiztonsági problémák megoldásától. Tehát én pontosan azt látom, hogy bizony ezeken a területeken a hatósági ellenőrzés az nem megfelelő, és a hatóságnak a hatékonysága szintén nem megfelelő. Ezen persze mindig el lehet gondolkodni, hogy ez vajon miért van így, a véletlen hozza, vagy esetleg más okai vannak de azért mindenféleképpen látszik, hogy ez nagyon komoly problémák. És az is látszik egyébként, hogy ebben azért van egy nagyon erős nemzetközi nyomás, de erről majd egy kicsit később. Igen, hát Magyarországon elvileg van egy működőképes rendszer, mert ugye vannak, hogy ezt működtetniük kéne, de valójában nem működik. Ha rendvédelmi szempontot vesszük alapul, ugye a kérdés erre irányult, tehát Gyakorlatilag a rendőrség, a rendvédelem igazából nem, nem működik. Egyrészt azért, mert létszámhiányjal küzd, tehát nagyjából fel annyi rendőr van, mint 20 évvel ezelőtt volt, és folyamatos a, a elvándorlás ebből a szakmából. Nagyon sok polgármesterrel, vagy helyi lakossal, vagy akár rendőrökkel is vagyok kapcsolatban tehát nagyjából mondjuk esténként egy rendőrkapitánságra, és az az általános tendencia, hogy egy járőr páros jut mondjuk 10-15-20 településre, tehát nem is kell azon csodálkozni, ugye hogy egy-két óra hosszát kell várni arra egy bűncselekmény esetén, hogyha hogy kiérkezzen a rendőrség. Mondjuk ez nem minden esetben igaz egyébként, mert hogyha mondjuk a Magyar önvédelmi Mozgalom tagjaival megjelenünk egy-egy településen, akkor azért, azért, mindig van megfelelő számú rendőr, előbb-utóbb megjelennek. sajnos így, így, működik a rendszer jelenleg Magyarországon. Tehát azért egy, egyfajta kettősséget ugye tapasztalhatunk, de az tény, hogy létszámhiányal küzdik a rendőrség. Az is tény, hogy nincs a megfelelő akarat az irányba, ugye, hogy képviseljék a magyar embereknek a, a biztonságát. Ahogy Zoli is mondta, ugye itt lehet akár egy nemzetközi, vagy külföldi, vagy háttérhatalmi befolyás is abban a tekintetben, vagy értelemben, hogy ez így legyen. Illetve hát számtalan volt rendőrtől hallottam már, ugye, hogy nekik felsőbb tájékoztatás vagy utasítás alapján ugye, az, az van velük közölve, hogy lehetőség szerint a, a lakosokat a, azokat az le kéne beszélni a, a bűncselekményekről, tehát a feljelentésekről, hogy nem, nem kéne terhelni ezzel ugye a a rendőrséget és nem kéne a statisztikát ugye, rombolni azáltal, ugye, hogy itt mindenki feljelentéseket tesz. Ezt ez, ez, ez a társadalom tagjai egyébként, a normális tagjai ezt úgy nagyjából ugye, ezzel meg is barátkoztak már, ami elég szomorú. Tehát egy, 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 egy egyszerű átlag magyar ember ugye úgy áll a kérdéshez, hogy minek tegyek feljelentést, egyrészt ha harmadjára esetleg kicsit erőszakosabb vagyok, akkor meg tudom tenni mert akkor már lehet, hogy a rendőr hamarabb feladja, de általában az állampolgár adja fel hamarabb, és, és simán le lehet beszélni őt egy feljelentésről, azokkal a indokokkal, hogy miért csinál problémát magának, úgysem lesz ebből semmi, azt akarja, hogy fenyegetettség, mert ilyen dolgokat hal a rendőrség, tehát nyilván abban a pillanatban elveszik a kedvét az állampolgárnak, hogy feljelentést tegyen. Ilyenkor szoktak bennünket egyébként megkeresni, utolsó kapaszkodóként, vagy végső kétségbe esésként, és mi egyébként beszoktuk bizonyítani ezeknek a honfitársainknak, akik segítséggel fordulnak hozzánk, és ki is állnak önmagukért, hogy, hogy igenis, ugye jár nekik is a, a jogszolgáltatás, akár az igazság szolgáltatás is, és igenis ki tudják harcolni, hogy foglalkoznak az ügyekkel, akár feljelentést tudjanak tenni, vagy akár én is elég gyakran megszoktam ezt tenni, hogy feljelentést teszek olyan esetekben, amikor ugye nem megfelelő a hozzáállás a rendőrségnek. Tehát tény, ami tény. Tehát én azt látom, hogy mindent elkövetnek ebbe az országba azért, hogy a, hogy a magyar emberek ne érezzék magukat biztonságban, hogy, hogy félelembe és rettegésbe éljenek. És elég szomorú ez a helyzet itt Magyarországon jelenleg. Azt gondolom, hogy ez valami elképesztően felháborító gyakorlat, hogy arra szoktatják tulajdonképpen a magyar embereket, hogy ne is tegyél feljelentést, úgysem lesz semmi. De talán az pedig még felháborítóbb, hogy vannak olyan nemzetközi szervezetek, illetve azoknak magyarországi, hát nevezzük így leányvállalatai, például a TASZ, amelyel azt hiszem mind a kettőtöknek volt dolga, amelyek viszont azon munkálkodnak, hogy még a civil önvédelmet is ellehetetlenítsék, hogyha már a rendvédelem bizonyos okok miatt nem teszi a dolgát. Például a tasz ha jól látom, itt Zoli, van egy papír előtted, és a róluk és a különféle ilyen úgynevezett jogvédőnek csúfolt valójában, az én megfogalmazásomban magyar ellenes szervezetekről, illetve gyakorlatáról, tevékenységéről néhány szót mondjatok kérlek. Ez így van pontosan. Tehát azt gondolom, hogy vannak rendkívül megdöbbentő tények ezzel kapcsolatban. Én azt szoktam mondani, hogy a TASZ az a szervezet, amelyik nagyon sok esetben nem a rend pártjára áll, nem a rendetlenek pártjára, és nem az építőkére, hanem a rombolókére. És ebben egyébként akadályozza én azt gondolom azt a munkát, ami a rend érdekében születik. Igen, valóban egy papírt hoztam el egyébként, az a TASZ honlapjáról van letöltve. Ha valaki felmegy a honlapjukra, akkor olvashat arról, hogy milyen peres sikereik vannak, milyen sikereket értek el. Persze nyilván az, hogy kinek mi a siker, azt majd valószínűleg eltérően fogjuk megítélni. Szerintem ez kevésbé siker, engem inkább felháborít. Ennek a, egyik ilyen cikknek a címe, semmi köze az önkormányzatnak ahhoz, hogy takarítja valaki a WC-jét. 2018 végén öt megye valamennyi közösségi együttélési rendeletét megvizsgáltuk, és 125 helyi önkormányzati rendeletben találtunk a magánszférát sértő jogellenes rendelkezéseket. Ezért Borsodabó Zemplén megye, Győrmoson, Sopron, Heves, Nógrád és szabolcs már Bereg megyei kormányhivatalaihoz fordultunk, és kértük, hogy bocsássanak ki törvényességi felhívást az érintett önkormányzatok képviselőtestületei részére a támadott rendelkezések hatájon kívül helyezése iránt. Akciónk sikeresen zárult, a kormányhivatalok sok érvünkkel egyetértettek, és felhívásuk folytán a képviselőtestületek a támadott rendelkezések jó részét hatályon kívül helyezték. Felhívom a figyelmet, hogy ez egyébként az a kormányhivatal, amit szinte mindenhol a magát nemzetinek tartott kormány irányít. Most már ugye a főispánokkal. Tehát arra a kormányhivatalról beszélünk, az volt ennyire megértő ezekkel a taszos bejelentésekkel. És akkor nézzük, hogy például mit tett tartalmaztak. Mi a baj a rendeletekkel? Írják ők, tehát idézek egyébként. Ugyan egyes településeken, ahogy a fenti példák is mutatják, extrém, néhol kifejezetten abszurd szabályok jelentek meg. Számos olyan települést találtunk, amelyek a lakás és a lakás céljára használt más helységek tisztaságáról, rendszeres takarításáról rendelkeznek, valamint az ingatlanhoz tartozó illemhely rendszeres ülítését. Tisztántartását, fertőtlenítését írják elő. Tehát a TASZ szerint abszurd, hogy az önkormányzat ilyeneket előír a kiilleszkedett és az igénytelen életmódot folytató lakóknak. Nyilván azért abszurd, mert egyébként normál esetben ezt mindenkinek magának tudnia kéne, hogy ezt meg kell csinálnia. Tehát annyira nem kéne, hogy, meg... nem, nem kéne, hogy az önkormányzatok alkossanak ilyen rendeleteket, de gyakorlatilag rákényszerültek egyébként ezek a önkormányzatok, hogy megalkossák ezeket a rendeleteket, mert voltak a településnek olyan tagjai, akik úgy gondolták, hogy számukra ez nem megfelelő. De volt olyan, például egy borsodi település esetében ahhoz kötötte az önkormányzat a lakhatási támogatást, hogy például a kerítés, élő kerítést kellett építeni, vagy például ki kellett tisztítani az árkot. Ilyen szélsőséges önkormányzati rendeletek születtek. És ezeket támadta meg a TASZ. Az én olvasatomban egyébként ezek az önkormányzati rendeletek ezek nem véletlenül születnek. Ugyanis nyilvánvaló, hogy az önkormányzat képviselő és annak képviselői látták, hogy ez a településen probléma, és éppen ezért hozták ezeket a rendeleteket. A TASZ is úgy csinál, mintha ezek a dolgok csak a lakóra tartoznának. Hát nem. A lakó egy közösségben él, vagy a lakónak vannak szomszédai, és ha például elfolyik a szennyvíz akkor ott a szomszédnak is problémája lehet. Mert ha kialakul egy fertőzés veszélyes állapot, az a szomszédra nézve is rossz. De ha el akarja adni a szomszéd az ingatlanját, és a szomszédban igénytelen állapotok vannak, akkor az bizony az ő ingatlanjának az értékét is csökkenti. És ezeket a rendeleteket folyamatosan megtámadta a TASZ. Arról nem is beszélve egyébként, hogy azt gondolom, hogy rendkívül módon sérti a demokráciát. Hiszen ne felejtsük el, ezeket a rendeleteket demokratikusan megválasztott képviselőtestületek hozták. Tehát akkor, amikor a TASZ ezekkel szembe megy, akkor ezt nem tiszteli, ezeket a döntéseket. Én kétféle felforgató, felbújtó szervezetet különböztetek meg. Vannak a külföldről pénzelt ügynök szervezetek, mint a Társasága, a Szabadság, az, a TASZ, aki több száz millió forintos évi költségvetés ből gazdálkodik, itt végzi ezt a felforgató, bomlasztó, társadalombomlasztó tevékenységét Magyarországon. Ezt egyébként ilyen neve nincs külföldi emberektől kisebb szélén keresztül érkeznek be Magyarországra ezek a pénzek, ez tényleg több száz millió forint évente, illetve vannak a belföldi felforgató szervezetek, a, ezek elsősorban a, a, ezek a kisebbségi szervezetek a, a roma jogi szervezetek, képviselők, a, a kisebbségi önkormányzati képviselők, akik ő, ugye valljuk be, vagy látjuk most már, hogy ő, ők leginkább a, a helyi településen ugye a, a bűnözésnek is a, a vezetői. Úgyhogy ez, én ezt a két csoportot különböztetem meg. Hát A, a TASZ-szal ugye 15 éve vagyok így a nemzeti oldalon, az önvédelmi vonalon tevékenykedek, a magyarságvédelmi vonalon, és 15 éve üldöznek engem, jelenleg is van egy eljárás, folyamatban nem közbiztonság javító tevékenység jogosulatlan végzése címen, egy bejelentést tettek az országos rendőr szépen kinyomozgatták, hogy egy éven keresztül hol merre jártam, ugye ezért fizetik őket erre, telik a több száz millió forintból. Mondjuk a nagyon nehéz dolgok nem volt, mert ezeket mindig nyilvánosságra hozom, mert semmilyen jogsértés, törvénysértés nem szoktunk végezni a mozgalom tagjaival, tehát nyilvános és jól látható a tevékenységünk. Ugye megkönnyítve ezzel a tasz a dolgát is, és szépen összegyűjtögette, hiszem tizenvalahány esetet csatolt be a rendőrségre, és akkor ezügybe ugye kihallgattak, nem tavaly ősszel azóta nem igazán történt semmi, de hát ilyen munkálkodások vannak, vagy a Szebbjövőért Polgárőrségnek voltam az elnöke, hogy az is teljesen törvényesen, szabályosan működés. 2014-ben három évig gyűrték az Egyesület, hogy feloszlatták, szinte a TASZ volt az egyik kezdeményezője ennek, amihez becsatlakoztak a hazai kisebbségi szervezeteknek a képviselői is. Hát ők folyamatosan a, a magyarság ellen küzdenek, és, és olyan szinten végzik, főleg a, most már a a cigányvezetők utalva mondjuk egy Száva Vincére, akit egyébként hamarosan fel is fogok jelenteni, mert elég sok anyagot gyűjtöttem össze a tevékenységéről. Tehát ő, ő nyíltan nem csak felforgató, hanem uszító, sőt, magyar ellenes, társadalom ellenes tevékenységet folytat. Ő szítja egyébként a, a, az amúgy is kritikus szinten levő, magyar cigány együttélési <kül> helyzetet, tehát ő ezt e szítja és adja a cigányok, a bűnöző cigányok alá alovat, és a bűnözőket védi nyíltan a tisztességes magyar társadalom tagjaival szembe. Tehát ez, ez felháborító, amit ezek művelnek, ez tényleg egy tarthatatlan helyzet, hogy ebbe a az évbe a zászlóra, zászlójára is tűzte a Magyar Önvédelmi Mozgalom azt a célkitűzést, hogy nem csak a, a bűnözés ellen fogunk harcolni és küzdeni, hanem a, a bűnözőket védő, felforgató külföldi és hazai ügynökökkel, meg szervezetekkel szemben is fel fogjuk venni a kesztyűt, mert, mert borzasztó ez az állapot, ami itt folyik, és, és ezt nem értem egyébként, hogy a, hogy a magyar kormány, a magyar állam is hogy tudja ezt tétlenül szemlélni, és hogy tud szemet hunyni egy ilyen nyílt provokáció. a, a gyakorlatilag a demokratikus állami rend megdöntésére irányuló felforgató tevékenységet. Mert ezek az emberek nagyon sok esetben anarchia szintű állapotokat idéznek elő, és nagyon sok esetben ők buzdítják a magyarság ellen akár egy lincselésre, vagy bármilyen jellegű támadásra a cigánságot. Úgyhogy ez egy botrány, ami itt folyik ebbe az országba, és természetesen nem tűrhetjük ezt, nem nézhetjük ezt ölbetett kézzel mi meg ti, magyar hazafiak, hogy ezt, ezt tegyék itt a mi hazánkban, hogy minden eszközzel harcolnunk kell ellenük. Ugye itt vagyunk Ásotthalmon, tehát nem megkerülhető a kérdés a migráció esetében sem. És hát most ugye így ebben a témakörben azért, hogy összeszaladt a TASZ, Ásotthalom és a migráció, akkor azt gondolom erről is beszélnünk kell sajnos. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a magyar kormánynak mint nap elmondja, hogy mekkora nyomás nehezedik a déli határokra, mennyire fontos a déli határoknak a védelme, és hogy milyen fontos munkát végeznek azok az emberek, akik védik a déli határt. Na hát itt kapcsolódik a történetbe az ásathalmi mezőőrség, amelynek a tagjai ellen eljárást indított a rendőrség a TASZ bejelentése nyomán azért jelentették be őket, mert hogy ők egyébként fognak el illegális a határt átlépő migránsokat. akiket egyébként később teljesen törvényes módon átadnak a rendőrség szakembereinek. Tehát kvázi segítik a rendőrség munkáját. Teljesen megdöbbentő, hogy ezt a bejelentést, erre a bejelentésre a magyar belügyminisztérium által irányított rendőrség az gyakorlatilag azzal válaszolt, hogy megindította az eljárást ellenük. Tehát még egyszer mondom, miközben a magyar kormány nap mint nap arról beszél, hogy mennyire fontos a déli határok védelme, addig vegzálják azokat, akik egyébként ebben részt vesznek. Mi a, és itt, itt merül fel a kérdés, hogy vajon mekkora hatalommal rendelkezik a TASZ, hogy ezt megteheti? Azt gondolom, hogy kellőképpen feltártuk a problémát, tehát körüljártuk, hogy mi a nógózón, no mik azok ismérvei, és van még egy nagy tartozásunk, szerintem kell nekünk egy víziót vázolni, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy ne így legyen. Mielőtt erre azonban rátérnénk, még egy rövid kérdésem lenne felétek, és arra kérlek titeket, hogy rövid, ám de annál, ha úgy tetszik, drasztikusabb választ adjatok rá, nem szenzációhajhászásból, csak azért, hogy ténylegesen érthető legyen, hogy mi a nógó no zóna Magyarországon. Tehát, hogyha én vagy akárki, aki itt ül, egyedül bemenne sötétedés után egy ilyen nógó no szerintetek életveszélyben volna -e, mi várna rá? Akár tapasztalatokat is megosztasz például Attila konkrét esetekkel. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy ténylegesen foglaljuk össze röviden, hogy mi vár egy magyar emberre, hogyha bemegy sötétedés után egy nógó no zónába, amely elméletileg az ő hazája. Hát akkor válaszolok én először röviden télen, tehát kész életveszély. Tehát ha valaki be akar menni egy olyan területre, ahol, ahol, hát nevezzük nevén a, a cigánság nagy számba tartózkodik, többség van és ott, ott él, oda éjszaka bemenni, de akár fényes nappal is kész életveszély. Tehát én, én senkinek nem javaslom, de hát gondolom nem kívánkozik ilyen helyre itt a jelenlevők közül senki. Úgyhogy Sztorizni számtalan sztorit tudnák ezzel kapcsolatban, mert rengeteg ilyen esettel találkoztam, és, és sajnos nem csak a nógózónákban, no hanem a no az idézőjeles nógózónákon no kívül is. Úgyhogy esetleg nem tudom, lesznek kérdések, vagy. Jó. Na mindegy. Tehát a, a rövid tömör válaszom ennyi, hogy kész életveszély, ne forduljon meg a fejébe senkinek, hogy oda bemegy. Én is, én is azt gondolom, hogy életveszélyes. És ami nagyon fontos, hogy nem csak a bemegy, ha beszorul. És ezt értem az alatt azt, hogy van, amikor valakikor úgy változik meg a környezet, hogy ő annak nem annyira örül, és egyébként ő nem is nagyon tehet róla. Számtalan olyan megkeresést kaptam már egyébként, amikor főleg egyébként Miskolctól, Északra lévő falvakból, ahol a lakó elmondta, hogy 20-25-30 évvel ezelőtt építkezett, akkor az a település egy élhető, normális környezet volt, vagy mondjuk annak a településnek az utcája. Aztán ez ma már nincs így. És ő nyilván menekülne, adná el az ingatlanját, de ezért az ingatlanért nem kap annyit sem, egy családi házakról beszélünk általában, hogy mondjuk Miskolcon, Miskolcon, nem Budapesten, nem a Dunántúlon, nem nyugat európába Miskolcon egy garzon tudjon belőle vásárolni. Na ő, ő nem tudja elvinni az ingatlanját sem, ő kénytelen elviselni azt a terrort, ami gyakorlatilag ott nagyon sok esetben megnyilvánul. Nagyon jó, Attila, hogy felvetetted azt a gondolatot is, hogy nem kell már ahhoz feltétlenül nógó zónába menni, hogy életveszélybe legyen az ember. Ha úgy tetszik, a nógó zóna eljön, értünk, gondoljunk csak például a deáktéri gyilkosságokra, nyilván Budapest egyik frekventáltabb turisták által is leglátogatottabb teréről van szó, tehát abszolút nem egy no zóna, és ott sincs biztonságban az ember. Illetve abba a gondolatba kapaszkodnék, amit mondtál itt, hogy biztattad akár itt a jelenlévőket is, hogy ne hagyjuk azt, hogy elvegyék tőlünk a mi hazánkat, hanem mindenki a és mérten próbáljon meg tenni ezért a hazáért, és itt érkezünk el a beszélgetésünk záró részéhez, mert sajnos az időnk az folytán van, hogy a mi hazánk és a magyar önvédelmi mozgalom milyen víziót kínál a magyar emberek számára, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy végre Magyarországon rend és közbiztonság legyen. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon két út van a települések előtt, ugyanis kétfajta település létezik ma Magyarországon. Az egyik, ahol a nógózónák no már problémát jelentenek, a másik pedig, ahol problémát fognak jelenteni, hogyha ezek a tendenciák folytatódni fognak. A mi hazánk mozgom egy olyan jövőt képzel el Magyarországon, ahol az állam törvényes eszközökkel felszámolja a nógózónákat, no és ehhez ugye megalkottuk a programunkat is, ami egyébként ugye olvasható, mint nyomtatott, mint pedig online formában, és meg három alappillére van. Az egyik az a törvények szigorítása, a másik a hatósági munka sokkal eredményesebb és hatékonyabb tétele, amit ma már ugye érintettem, akár ugye a szennyvíz, de mondhatnám más probléma kapcsán, és nyilván a közbiztonsági kérdések kapcsán. A harmadik pedig nagyon fontos, az a gyermekvédelemnek a teljes reformja. Ugyanis arról még nem beszéltünk, hogy ezekben a nógózónákban egy jelentős létszámú népesség robbanás zajlik, és bizony az a gyermek, aki ilyen körülmények között nő fel, aki azt látja, hogy úgy van áram, hogy apa felakasztja a kampót és lakasztja. Aki azt látja, hogy neki lehet ugrani a rendőrnek, aki azt látja, hogy neki lehet ugrani a tanárnak, aki azt látja, hogy otthon a szemetet azt az ajtó elé tesszük, az nagy valószínűséggel ezt az életmódot fogja folytatni. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyermekvédelmnek a helyzetét azt teljesen átértékeljük. Mondhatom azt, hogy nemzetstratégiai kérdés, mert különben különben a fogják felfalni Magyarországot, És azt gondolom, hogy ez a három nagyon fontos programpont, amit mindenféleképpen végig kell vinni. Ha most itt a törvények szigorításáról beszélünk, akkor tudjuk, hogy volt már ilyen javaslata is a mi az mozgalom, mint a lincselési törvényjavaslatunk, amit egyébként a Fidesz leszavazott, de egyébként be fogjuk majd újra nyújtani. És pontosan látjuk, hogy ma Magyarországon például van egy olyan bűnözési forma, ez a lincselés, ami most már egyre jellemzőbb, Olasz-Liszka óta tudjuk, de Olasz-Liszka óta bénultan nézik a magyar hatóságok ezeket a bűncselekményeket, és ugye nem kell messzire mennünk, Kispest, Kerepes, tehát Pest megyében is, ahhoz, hogy egyébként lássuk, hogy ezek nagyon-nagyon komoly problémák. Hát bízunk abban, hogy a Mi Hazánk mozgalom hamarosan, vagy előbb-utóbb, de minél hamarabb kormányra fog kerülni, és akkor tényleg fel lesznek számolva ezek a nógózónák, és a magyar emberek biztonságban élhetnek itt Magyarországon, a hazánkban. Hát ugye, mert ehhez meg, megvan ugye a programja, mi hazánk mozgalmak, a csendőrség, a rendőrség megerősítése, a határőrség felállítása, a megfelelő helyi önvédelmi közösségeknek ugye a, a kialakítása. Hát most jelenleg ez ez még nem aktualizálható, már bízunk benne, hogy történik egy olyan társadalmi fordulat, amelyik ugye kormányra fogja segíteni a mi hazánk mozgalmat. De addig is nekünk kell összefogni, nekünk kell rendezni a környezetünket ebből a szempontból, rákényszeríteni akár a rendvédelmi szerveket, hogy végezzék a, a munkájukat, az önkormányzatok, hogy megfelelően szankcionálják és védjék a normális magyar embereket. Ugye az is borzasztó állapot, hogy nekem már itt 11 nehány éve ugye önvédelmi mozgalmat vagy közösségeket kell létrehozni, és nem csak nekem ugye számtalan ilyen közösség van, akár gondolatok a, a és ezek nem véletlenül alakulnak ki egyébként ezek a szervezetek, és nem véletlenül vannak életbe és tartjuk őket életbe, semmi másért nem, mert, mert szükség van ránk. Tehát olyan szükség van, hogy jelenleg ezekre a szervezetekre, hogy ezek nem lennének, akkor még ilyen szinten sem működne a rendszer. Nem lenne mi hazánk mozgalom, betyársereg, 64 vármegye, magyar önvédelmi mozgalom, vagy azt megelőzően, hogy a magyar gárda mozgalom volt. Tehát akkor ma jelenleg el sem tudom képzelni, hogy milyen közbiztonsági állapotok lennének ebben az országban, mert valamilyen szinten mi vagyunk azok, akik, akik működtetjük, dolgoztatjuk, ugye ennek a rendszernek a, a dolgozóit, vagy vagy a hivatás végzőit. Tehát nélkülünk nem működik ez a rendszer. Tehát arra biztatok mindenkit, amíg a mi hazánk mozgalom nem kerül hatalomra, és nem, nem lesz tényleges megoldás ezekre a problémákra, addig, addig vegyük kezünkbe, igenis vegyük a fáradtságot, és ne csak a, a Facebookon, meg a különböző közösségi oldalakon mondjuk el ugye nap mint nap, hogy mit kell tenni, meg, meg nekünk is a, az aktív <kül> szerepet vállaló magyaroknak, haik ugye mi nem nem sajnáljuk az időt és a fáradtságot, ugye nekünk számtalanszor megmondják minden nap az interneten, hogy nekünk mit kell tenni. Tehát ne, ne mondják meg, hogy mit kell tenni, hanem álljanak közénk, álljanak fel, fogjunk össze, mert ha nem fogunk össze, akkor bennünket nagyon rövid időn belül meg fognak enni, és lehet, hogy már öt év múlva nem fogunk itt ücsörögni se a Magyar Szigeten, vagy tényleg csak egy Magyar Sziget lesz majd, ahol össze fogunk gyűlni halmon és akkor itt, itt fogjuk élvezni a, a magyarságunkat, és itt lehetünk biztonságban. Tehát fogjunk össze addig is, amíg nincs egy megfelelő normális államhatalom Magyarországon, aki szavatolja a magyar emberek biztonságát. Fogjunk össze, és vágjunk rendet ebbe az országba. Ez az üzenetem itt a végére. Köszönjük szépen a lelkesítő gondolatokat, és lassan a beszélgetésünk végére értünk. Zoli, hogyha te még pár szót szeretnél mondani a beszélgetés végén, akkor mond. Igen, itt még volt egy, egy fontos gondolat, ugye itt a törvények kapcsán, hogy nem elég a törvényeknek a szigorítása önmagában, az nagyon fontos, hogy azokat egyébként az igazságszolgáltatás végre is hajtja. Ma ugyanis nagyon sokszor azt látjuk, hogy egyébként azok az emberek, akik hivatalos személyt fizikálisan is megtámadnak, rendőrt, tanárt, mentőst, nagyon sok esetben bizony nem kapnak például letöltendő börtönbüntetést, hanem általában csak felfüggesztett börtönbüntetés az első. És azt gondolom, hogy bizony azt kell látnunk, hogy miközben szaporodnak ezek az esetek, a ítéleteknek nincs visszatartó ereje azt gondolom, hogy nem elég, nem elég megerősíteni a rendőrséget, hanem bizony az igazságszolgáltatásnak a rendszerében is rendet kell csinálnunk. És ezek bizony nagyon komoly feladatok. Nyilván ez az kell, hogy a mi hazánk mozgalom a kormányra kerüljön, hosszú távon, rövid távon pedig az, hogy minél több önkormányzatban jelen legyünk, és ott is meg tudjunk jelenni. Azt szoktam mondani, hogy 3200 önkormányzat, 3200 végvár, amit nekünk építenünk kell, amit nekünk meg kell védenünk, és nyilván ez a feladat vár most erre a pártra 2024-ben, és a tagságunkra, mert bizony például, ahogy itt László Attila barátom is mondta, az önkormányzatban a különböző hivatalokra való hatásgyakorlásnak is bizony nagyon komoly szerepe van, és kis lépésekkel, de azt gondolom, hogy el kell kezdeni törvényes eszközökkel felszámolni a nógózónákat Magyarországon. Köszönöm.